A 13. havi ingyen munka már biztos, de hol van a 13. havi fizetés? Ezt kérdezte a múlt héten a közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke az új szabályozással kapcsolatban. Március 1-én lépett életbe a törvény, amely minden köztisztviselőt érint. Ügyfélkapunk keresztül levelez velük a munkáltató, és ezen keresztül értesültek az alapszabadságuk 5 napos csökkentéséről, a munkaközi szünet munkaidőn kívülre kerüléséről, a helyettesítés ellenértékének a jövőben a ki nem fizetéséről. A közszolgálati szakszervezet emellett azt is sérelmezi, hogy az új szabályok szerint akár napi 12 órás munkavégzése is kötelezhetik túloradíj nélkül a köztisztviselőket, és nem az eddigi bértábla alapján kapják meg a fizetésüket március 5-től, így azt mondják, azt sem tudják, mennyit utalnak majd nekik jövő kedden. Holnap a félórás ebédszünet már nem számít bele a munkaidőbe. A szakszervezetek szerint a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál ezt úgy oldották meg, hogy fél órával hamarabbra tették a munkakezdést, így senkinek sem kell tovább maradnia a munkahelyén, viszont hamarabb kell jönni. Az itt dolgozók holnap fél órával kevesebbet aludhatnak, 6:45-re kell bejönniük a munkahelyükre. A szakszervezetek még tárgyalnának a kormánnyal, de ha nincs megállapodás, március 14-ére sztrájkot hirdetnek. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára bejelentés és utána azt mondta, ez politikai lépés. Sajnálattal látjuk, hogy bizonyos szakszervezetek, és itt bizonyos szakszervezetekről beszélünk, beszálltak az európai parlamenti választási kampányba. Az LMP szerint nem megszorítást érdemelnek a köztisztviselők. Ezek miatt, az emberek miatt működik a magyar állam, akikről itt most beszélünk, úgyhogy támogatást, bérfejlesztést és több szabadságot érdemelnének. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője ma azt mondta, a munkavállalók örömmel, önként dolgoznak heti 40 óránál többet. Tehát ne csináljunk már Krisztusból bohócot, ahogy pestélyesen szokták mondani. Tehát ne csináljunk már úgy, mintha Magyarországon egyébként ez egy, ne lenne egy teljesen természetes dolog. A fideszes képviselő szerint az emberek többsége a munkáját a hivatásának tekinti. Lehet, hogy 8 óra 15-re kéne hivatalosan beérniük, de 7 óra 50-kor ben vannak, és lehet, hogy 16 óra 45 perckor elmehetnének, de ha van elvégzendő munkájuk, akkor 17:30-kor, sőt 18:15-kor is ott vannak még a cégnél. A Fidesz és a kormány azt közölte, a köztisztviselők 30%-os fizetésemelést kaptak, és fel nem használt szabadságukat egy összegben megtérítik.